Nagyon örülök neki, hogy így pár év kihagyás után azért újra lesz szüreti napok a szekszárdi borvidéken. Én úgy gondolom, hogy ez a borvidék egyik legjelentősebb eseménye. Nyilván azért a Covid még biztos, hogy még mindig rányomja az árnyékát, illetve itt a gazdasági válság miatt is azért lehet egy kicsit visszafogottabb lesz, mint a korábbi években, de lesz, és hála Istennek a borászok, illetve a gasztroudvar is ki tud települni, és úgy gondolom, hogy fent a Béla téren az eddigi hagyományoknak megfelelően nagyon jó hangulat lesz, és mi nagyon-nagyon arra készülünk, hogy várjuk a vendégeket, és jó borozgatások mellett jókat tudnak beszélgetni majd. Gyakorlatilag a borászatok részéről telt ház van, meg gyanítom, hogy a vendéglátó szekció részéről is, tehát gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a Béla tér a bor, illetve az étel kínálatában teljes mértékben telt házas lesz, mármint a kiállítók részéről, és nagyon bízunk a vendégekbe is, hogy ők is eljönnek, és jól érzik magukat majd. Mi a saját pincészetemben egy picit a fehér vonal irányába elmozdultunk, egy nagy meleg nyaraknak köszönhetően ezekre a borokra volt igény a pincészetbe, de természetesen miután azért szekszárdi vörösboros borvidék, elsősorban nem csak a fehér borokra fogunk támaszkodni, viszünk ki rozét, viszünk ki vörösborokat is, és azt még nem tudom, ugyan már van új borunk, bár megmondom őszintén nem a szüretire készítettük célzottan, hanem egy öngyöző bor alapnak szántuk, aminek egyébként a korábbi évjáratát, tehát a tavalyit azt kivisszük, az biztos, hogy ott lesz. Aztán, hogy új borral megjelenünk-e vagy nem, azt majd még addig meglátjuk. Én úgy gondolom, hogy most azért a híradásokból, meg itt az élet, amit hozott, azért elég sok negatívum érte az embereket, meg nyilván minket is, és ez én úgy gondolom, hogy ebből jó lenne egy picit, akár csak ha 4 napra is, de kiszakadni, és tényleg egy ilyen olyan jó hangulatú kis rendezvény legyen, mint ami eddig is szokott lenni. Minden pavilonba menjenek az emberek, mert nagyon-nagyon sok jó bor van Szekszárdon, és mindenki másét is meg kell kóstolni. Amit mi kínálni tudunk, az a tőlünk megszokott minőség, a jó hangulat, illetve talán egy picivel arányaiba több lesz a fehér bor, mint ami eddig szokott lenni. Új tételekkel is megjelenünk, és úgy gondolom, hogy ezek azért érdekesek lehetnek a fogyasztóink számára is.